ebben a szekcióban Tóth Krisztina, Frankfurti Kutatócsoport tudományos munkatársa. Mi közelebb kerülünk a jelenünkhöz, előadásával II. János Pál pápa 1996 évi látogatása az előadás témája. Adásomban a 20. század második magyarországi pápa látogatásáról lesz szó, ami névvé, hogy Pannonhalmát és Győrt is érintette. Összeköti a két helyszínt, és egyben átvezet a Frankfurti Nyári Akadémia következő helyszínéhez. II. János Pál pápa közvetlenül a rendszerváltás után 1991-ben járt legelőször hazánkban, és ez egy több helyszínt érintő klasszikus lelkipásztori út volt. 1996-ban pedig azért érkezett, hogy együtt ünnepelje a hívőkkel és az egyházinek tagjaival a honfoglalás 1100 éves évfordulóját, valamint a pannonhalmi apátság alapításának ezredik évfordulóját. De a következő dián egy harmadik pontot is felírtam, ez a találkozás lehetősége II. Alexi pátriárkával, erről egy kicsit később. A jelen előadásomban elsősorban korabeli sajtótermékek alapján indultam ki, illetve lehetőségem nyílt a Győri Egyházmegyei Levéltárban kutatást végezni, amelyet ezúton is hálás köszönettel tartozom Beres András megyés püspök úrnak. Orálhisztorit nem végeztem, és természetesen nagyon sok olyan forrás van, amihez jelenleg még nem férhetünk hozzá, hiszen 1996 még erősen a közelben számít. És hát azt szeretném még elmondani, hogy hát pont ebből kifolyólag előfordulhat, hogy hát vannak benne olyan részek, amik még homályosak, nem letisztázottak, tehát a jövő történészeinek ez a látogatás még bőven nagyon sok feladatot fog adni. Először is a meghívásról szeretnék beszélni, ez az első pont, a második pont a szervezésről, az előkészítéséről, a látogatásnak, a harmadik pedig maga a látogatás. Ez lesz az előadásunk felépítése. De akkor nézzük meg a legelső pontot, a meghívást. II. János Pál pápa Magyarországra történő meghívásának lehetősége 1994-ben merült fel először. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát kezdeményezésére. Ezt a püspöki karral a kormánnyal és a köztársasági elnökkel is egyeztették, hiszen egy pápa látogatáskor a pápát nem csak a püspöki kar, hanem általában az államfőt fogadó állam is meghívja. Ennek eredményeképpen 1995. február 9-én, amikor Göncz Árpád a Vatikánban magát kihallgatáson fogadta a pápa Göncz Árpádot, akkor meghívta Magyarországra a millenniumi és millencentenáriumi 1996-os ünnepségekre. Ezt követően az újságírókkal közölte, hogy a meghívást a pápa elfogadta. Ekkor a tervezett dátum még 1996. júniusa volt. Némileg korábban, 1994-ben, márciusban II. Alexi Magyarországra látogatott. Ő moszkvai ortodox pátriárka volt. Ellátogatott az útja során Pannonhalmára is. Már itt meghívták a főapátság 1000 éves jubileumára, és szóba került, hogy II. János Pál pápa szeretne vele találkozni. Azt, hogy konkrétan Pannonhalmán lehetne ez a találkozó, tehát a Pannonhalma azért volt erre kiválóan alkalmas, mivel a keleti egyházszakadás előtti kolostorról alapításról van szó. Ez már 1994-ben is felmerült. Konkrétan Várszegi Asztrik elmondása szerint, egy interjút olvastam az Újemberben, 1994 őszén merült fel, amikor a főapát Moszkvába látogatott. A főapátus szavait idézve, arról is beszéltünk, hogy akik valóban hisznek és felelősek a Krisztus által alapított egyetlen egyházért, azoknak mindent meg kell tenniük az egység munkálásáért. Krisztus evangéliumát csak is egységben lehet képviselni a szekularizált világban. Ezt követően Asztrik főapát úr még később is járt 1995. áprilisában Moszkvába, hogy a találkozót előkészítse. 96-ban aztán időről időre felröppent a hír, hogy ténylegesen
hát hazánkba fog sor kerülni erre a találkozóra, de már januárban is a Szentszék szóvivője megütötte ezeket a várakozásokat, hiszen azt mondták, hogy nem itt fog sor kerülni a találkozóra. Ez némi ellentmondást hordoz magában, hát ez egyrészt azért van, mert a júniusi találkozóra valóban nem kerülhetett sor. Tehát akkor januárban már tudták, hogy júniusban nem fog sor kerülni a találkozóra. Méghozzá azért nem kerülhet sor, mert ekkor voltak az oroszországi választások, és akkor a második Alekszi nem jött volna júniusban, mert hogy kedvezőtlenül befolyásolta volna ezeket a választásokat. És július elején volt ráadásul 400 éve, hogy az ortodox vallásúak egy része visszatért a római pápa fennhatósága alá, tehát ezért sem volt számára kedvező ez az időpont. Viszont nyitott lett volna egy szeptemberi találkozóra. Tehát ezért mondom ezt a váltakozó dolgot, hogy időről időre felröppen a hír. Ennek hallatán Várszegi Asztrik, illetve a Magyar Köztársaság moszkvai rendkívüli és meghatalmazott követe 1996 tavaszán Rómában utaztak, ahol a pápa fogadta őket. A követ visszaemlékezése szerint a Szent Atya kifejezte örömét a jövendő egyházfői találkozót illetően, és elmondta, hogy különösen örül ezen lehetőségnek, mert két szláv ember fog majd kezet nyújtani a nemes küldetés kapcsán. Sikerült tehát áttenni a találkozót. Április 22-én már a budapesti apostoli nunciatúra egy hivatalos közleményt is kiadott, hogy a pápa szeptember 6-án 7-én érkezik. Most a másik félen volt a sor, tehát az orosz szinódus tárgyalta az ügyet július elején, július 17-18-én, azonban nem adta meg második Alekszi utazásához a hozzájárulását. A döntés hátterét csak sejteni lehet. A pápa által hangoztatott egységtörekvés mögött az ortodoxok megtérítésének szándékát vélték felfedezni. És végül is erre a találkozóra emiatt nem került sor. Tehát a harmadik pontra, ami itt látható a dián, emiatt nem került sor. 2016-ban egyébként majd Kubában egy teljesen más moszkvai pátriárka, tehát személyében más és egy teljesen más pápa, tehát ő meg Ferenc pápa, akkor került sor a találkozóra. Hogy került Győr a képbe? Győr az 1945-ben a nőket a püspöki vár pincéjében bújtató és őket a szovjet katonák elől megvédő, majd pár nap múlva sebeibe belevaló Apor Vilmos püspök kapcsán került képbe, akinek boldoggálgatási eljárása ekkor volt folyamatban. És abban bíztak, bár ez a remény idővel elhalványult, hogy sor kerülhet a jeles eseményre a pápa látogatáskor. Egyébként 1997. novemberébe kerül majd rá sor, tehát nem a pápa látogatáskor. Másfelől egy Szent István által alapított egyházmegye székhelye volt, ami a zárt körű szerzetesi látogatás után, ami Pannonhalmán volt, a világi papsággal és hívekkel, tehát egy nagyobb közösségével, a világi papsággal és hívekkel alkalmat adott a találkozóra, tehát a program egy kiegyensúlyozott lett ezáltal. E rövid, de korántsem teljes áttekintés csak a legfelsőbb szinteken engedt bepillantást a pápa látogatás előkészítésébe. Annak ugyanis volt egy országos és egy helyi szintje is. Tehát most a második része az előadásnak az előkészítés. Egy-egy gondolatot szeretnék majd kiemelni, csak tényleg jelzésértékkel. A pápa látogatás előkészítésének jelentős anyagi és szervezési vonzata volt. Mind Győrben, mind Pannonhalmán. Előbbi helyszínen talán még jelentősebb is, hiszen, mint mondtam, itt a pápa a világi hívek és világi papság szélesebb körében találkozott, míg utóbbi helyen zárt a körű rendezvényen elsősorban a szerzetesek ünneplésében vett részt a Szent Atya. A győri levéltári anyag alapján a következő feladatok és kiadások voltak. Most előmutatok egy pár képet levéltári anyag alapján hamarosan. Tehát először is a misézőhely kialakítása. Itt a következő pontban láthatjuk a győri pápai Szent Mise oltár építményének tervrajzát. Tehát ide oltár, sekrestéket, mosdókat, énekkari és prelátusi dobogókat, illetve a pápának az oltárhoz feljutást biztosító felvonót is építeniük kellett például. Akkor fontos volt, hogy nézőteret és parkolókat alakítsanak ki, ami itt látható a Győri Ipari Parkban volt, de nem csak a szektorok kiépítése volt fontos, illetve a pápa útvonalának kiépítése, hanem mondjuk az elektromos ellátás, hangosítás, hulladékgyűjtés, sőt, még egy helikopter leszállópálya kiépítése is, ha megnézzük ezt az ábrát. Akkor a harmadik pont, a pápa útvonalán út- és épületjavítások,
valamint a Püspökvárban a pápai lakosztály kialakítása. Itt egy személyi felvonó építésére is sor került, amit állítólag azóta is pápai liftként apostrofálnak. Kettős értelemben is, mint tudjuk. Akkor hát fontos volt az egészségügyi és a biztonsági felügyelet biztosítása, forgalomirányítás, tehát utak lezárása, különböző tömegközlekedési intézkedések, például egy külön vasúti megálló épült, tehát Mise Park névvel, vagy sajtóközpont felállítása. E feladatokat megosztotta az állam, a püspöki kar, a győri püspökség és Győr városa. Vélhetően hasonló előkészületek zajlottak Pannonhalmán, a sajtóban például az ottani menü tervezetéről cikkeztek, melyet a Bundelitterem készített el. Péntek révén vörös húst nem lehetett természetesen a pápának felszolgálni, de mégiscsak ki kellett találni egy menüsort a 140 szerzetesnek és meghívottnak. Előételként zöld fűszeres vadgombát briósban, főételként fogasfilé bundelmúrra zöldséggyökkel, desszertként pedig rétest, valamint fagylaltot szolgáltak fel. Gondoskodni kellett természetesen nem csak erről, hanem mondjuk kitűzők készítetéséről, nyomdai kiadványok, szúrólapok, belépők nyomtatásáról. És a rendezéshez érdekesség, hogy elkérték a 91-es rendezés dokumentációját. Tehát ilyen vastagon állnak ezek az iratanyagok itt a Győri Egyház megyei levéltárban, illetve Szombathelyről a szakkor használt liturgikus tárgyakat. A győri pápai misére történő világi és egyházi jelentkezéseket is össze kellett fogni. Ezt koordinálta a pápa látogatást előkészítő iroda, de egyébként ennek több szintje volt, tehát a pápa látogatást előkészítő iroda az mindenhonnan fogadta különféle jelentkezéseket, tehát mondjuk a szerzetesek részéről, akkor a püspököket meghívták, itt látható egy meghívó, és ők visszajelezhették, hogy hát jönnek, nem jönnek, és ha szeretnének jönni, akkor pont celebrálnak-e. Igen, az érzékeny adatokat kitakartam. Akkor külön voltak minden egyházmegyében referens. Ő gyűjtötte össze, hogy mondjuk mennyi darab kell ezekből a kis kiadványokból. És akkor volt egy meghatározott időpont, augusztus közepe, amikor megkapták ezeket egybe. Akkor ezen kívül még azt szerettem volna elmondani, hogy 50 áldozó volt, akik kiválasztottak, hogy a Szentatyánál áldozhattak. Illetve mivel 91-ben nem került rá sor, ezért 96-ban kiválasztottak 3 világi és 3 szerzetes papot, akik koncelebrálhattak a Szentatyával. Tehát mindegy képviselve azokat, akik a hitükért üldöztetést szenvedtek. Érdekesség még az is, hogy külön kikérték az Országos Meteorológiai Szolgálat véleményét is, hogy akkor hát esni fog, vagy nem fog esni az eső, és nagy valószínűséggel megállapították, hogy esni fog. Igen. Akkor most nézzük meg a pápa látogatás történéseit tényleg röviden. És hát a pápa főbeszédeit. Utóbbiak a múlt felidézése mellett tele vannak akkori aktualitásokkal, mindig az adott hallgatóságnak szóló üzenetet fogalmaztak meg. Többször az érintettek nyelvén. Második János Pál pápa szeptember 6-án érkezett meg az Alitalia külön gépével Ferihegyre, ahol a püspöki kar akkori elnöke, Seregi István, az esztergomiesek, a nunciós, Göncz Árpád, a kormány több tagja és a diplomáciai testület tagjai fogadták. A köztársasági elnök köszöntő beszédében arra utalt, hogy a szociális gondok megoldásában, szilárd erkölcsi értéken kialakításában a katolikus egyház szerepe nélkülözhetetlen. Kifejezte továbbá reményét a még nyitott kérdések rendezésére. A pápa pedig biztosította a fogadóbizottságot, hogy a kelet-közép-európai népek nehézségeivel, problémáival tisztában van, és a hallgatóságnak célozva kijelentette, hogy a közszolgálatot ellátóknak nem szabad az egész társadalom javáról elfeledkezniük. Kifejezte reményét, hogy a millennium küszöbén Krisztusban megújítja hitét a magyar nemzet. Innen a pápa, tehát Budapestről helikopterrel utazott tovább Pannonhalmára, ahol a sportpályán szállt le, a szemetkélő esőben a pápa mobilra szállt Várszegi Asztrikkal, és így vonult végig az apátság bejáratáig. Itt már várták azok a szerzetesek, akik a világ minden tájáról hazaérkeztek a fogadására. Külön meghívó nélkül egyébként oda már nem lehetett bejutni. Mivel a látogatás zárt körű volt, ezért a világi híveknek párhuzamosan hálaadó misét tartottak a nagyközség templomában. A pápa közben a szerzetesekkel ebédelt, délután pedig Magyarország köztársasági elnökével Göncz Árpáddal találkozott. A posztkommunista országok sorsáról és arról beszélgettek, hogy az egyház hasonló megújulási gondokkal küzdik, mint az állam.
Szóba került egy közös ismerős is, Vojtila egykori iskolai pattársa, aki katonai menekültként Göncz családjánál lakott a II. Világháború alatt. Délután pedig az idős beteg szerzeteseket kereste fel a pápa. Ezt követte este 7-kor a vesperás. A vesperás pedig itt a pápa a vesperáson. Asszék főapát köszöntőjében hangsúlyozta a szentszékhez való kötődésüket és küldetésüket is vázolta. Tudatosan vállalni a mécses, a kovász, a hegyre épült város szerepét. Munkásai kívánunk lenni annak, hogy Krisztus világosságú újra beragyogja magyar népünket. Humíliájában a pápa a magyar és lengyel nép által is tisztelt Szent Adalbert személyéhez kötötte a pannonhalmi alapítást. Rámutatott, nagyrészt a bencéseknek köszönheti Európa a kulturális és szociális élet megújulását. Ez az apostoli lelkület, tehát ez az, amit vár tőlük az egyház is a harmadik évezred küszöbén. Külön kérte őket a párbeszédre az egység előmozdítására. Ez az előzmények fényében nem meglepő. Egyébként a következmények fényében sem, hogy majd mi lesz, mert itt lesz egy ökumenikus találkozó is, miután a pápa elutazott. A hivatalos program után Asztrik atya kérésére köszöntötte a rendező diákokat az erkélyről. Magávacsoráját pedig hát ott fogyasztotta szintén el, majd nyugóbóra tért. Másnap délelőtt 9:30 körül érkezett meg Győrbe az ipari parkba. Itt 2 órával előre el kellett foglalniuk a híveknek a helyüket. Pápa mobillal Pápai Lajos püspök kíséretében körbejárt a tömegben, útvonalát előre megtervezték. A győri püspök köszöntőjében rámutatott a rendszerváltás után az egyház állapotára és az előtte álló kihívásokra. Ebből egy idézet. 40 év alatt szétszúzták iskolarendszerünket, szerzetes intézményeinket, az egyházi sajtót, könyvkiadást, karitászt, egyesületeket, és generációk nőttek fel a tudatos vallás és keresztény ellenes ateista propaganda légkörébe. A munkás kevés, de bizakodásra adnak okot az eddigi eredmények. Megnőtt a papságra jelentkező fiatalok száma, elindultak a családmozgalmak és a karitász. Végül hangsúlyozta az egység szükségességét. A pápa itt is a hallgatósághoz igazodott. Beszédének elején vázolta, hogy az első évezredben az egyház kötelességének érezte, hogy összegyűjtse és vezesse azokat, akik még nem tartoztak paplához. A keresztény népek élete egyház megyékbe szerveződött, tehát konkrétan itt is célzottan a pápa beszéde. Ezek egyike a Győri is. A történelemben az országnak nem egyszer kellett mindent újra kezdenie. E munka során nem szabad elfelejtenünk, hogy Krisztus a mi reményünk, ahogy a pápa látogatás mottója is hirdette. Követendő példaképeket is állított, természetesen a Borvilmos győri püspököt első helyen, illetve Mincentit és Batyán Stratmann Lászlót. Aztán a hallgatóságban különféle anyanyelvükön is köszöntötte. A mise után a püspökvárban a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjaival találkozott, arról van ez a középső kép, és ebédelt, nekik vázolta az előttük álló feladatokat, buzdította őket az evangelizációra. Felismerte a média fontosságát és vélemény formáló szerepét. A kommunikációs eszközök használatára, szakemberek képzésének fontosságát és egy katolikus rádió felállításának szükségességét hangsúlyozta. Egyébként 2004-ben fogják majd megalapítani a Magyar Katolikus Rádiót. Ezen kívül felhívta a figyelmet a következő értékek fontosságára. Hivatásébresztés, gyengék, kisebbségek, menekültek jogainak védelme, iskolákban az ország keresztény hagyományaira nevelés, szentek tiszteletének szorgalmazása, más keresztény felekezetekkel szemben szeretetteljes magatartás, rendezett és összehangolt lelkipásztorkodás. Délután Hornyul elfogadta a püspöki palota vörös termében. Igen, az meg ott fönt látható. Angelo Solano államtitkár is ott volt a találkozón, és a magyar állam és a szentszék közti kapcsolatokat szabályozó megállapodással tárgyalta. 1997-ben ez valóban meg is született. A tervezet szerint ez szabályozza az egyházak költségvetési támogatását, az egyházi ingatlanok sorsát és az egyházi oktatás finanszírozását. A püspöki kar szeptember elején kiadott részletes szociális, az egyház és társadalom helyzetét értékelő körleveléről is szó esett. Hont szerint utóbbi élő, valóságos kérdéseket vett fel. Tartalmát tekintve akár a magyar kormány is kiadhatta volna. Egyetértettek abban, hogy az országon belüli és a szomszédokkal történő megbékélés nélkülözhetetlen. A püspökvárból a székesegyházba sétált át, ezt követően a pápa, az esernyő alatt látható, és itt találkozott a győri egyházmegye képviselőivel.
az is látható az egyikes képen, igen, itt. Itt is köszöntötte Pápai Lajos. Válaszában a pápa kiemelte, hogy a gyakorlati materializmus és tudatos szekularizmus káros következményeit átélték. A vallásellenes környezetben élesztőként volt jelen az egyház. Mind a pozitív eredményeket, mind a csalódásokat sorolta. Előbbi terén megkezdték a szerzetes rendek működésüket, a vallásos nevelés oktatás eredményei, működik a Karitász és a Kész. Viszont a vallásgyakorlás terén lassan tapasztalható előrelépés, az egyházi iskolák visszavételét nehézségek kísérli. A tömegtájékoztatási eszközök gyakran az evangéliumi eszménytől idegen emberképet és társadalmi modellt sugároznak. Mint egy reflektálva a püspöki kar szeptember elejei körlevelére utalt a szociális nehézségekre is. Tehát munkanélküliség, tehát tartós munkanélküliség, általános bizonytalanság, szabadosságban, kapitalizmus, stb. A szabadság és szolgálat szellemének, gazdasági fellendülésnek a társadalmi szolidaritással és az egyéni jogok és a közjó összekapcsolására figyelmeztetett, és külön-külön megszólított csoportokat is arra figyelmeztette, hogy legyenek ennek kovászai. Példaként ismét Aborbin most és Mincent Józsefet állította eléjük. Ezt követően a Kédervári kápolnában Aborbin most sírja előtt imádkozott. Helikopterrel tért vissza Budapestre, onnan pedig repülőn Rómába. Búcsú beszédét a szakadó eső miatt nem mondta el, viszont ezt az új ember leközölte. Magyarországi látogatását második pápa szeptember 11-ei általános kihallgatáson értékelte. Ebből most csak egy mondatot érdemes idézni, amely jól megvilágítja, hogyan látta magyarországi útja jelentőségét. Pénteki és szombati zarándokutam az egyház ösvényein vezetett. Olyan útvonal volt, amely visszafordult a múltba, hogy megvilágítsa a jelent és a jövő felé mutasson. Tehát, ahogy beszédeiből is kitetszik, a múlt értékeinek, a jelen nehézségeinek és a már elért eredményeknek a vázolásával és a jövő feladatainak hangsúlyozásával kijelölte a magyar katolicizmus számára követendő utat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!